Zsúfolásig megtelt az egyetem nagy júliusban, amikor a végzős hallgatók vehették át diplomájukat. 444-en fejezték be tanulmányaikat az intézményben. Két héttel később kiderült, hogy ennél jóval többen 1920 első éves kezdi meg a tanévet szeptembertől. Ennyien nyertek felvételt az általános eljárásban, mondta 35 perc műsorunkban Kósáné dr. Bilanics Ágnes, az egyetem oktatási rektor helyettese ebben a jelen, általános felvételi eljárásban 1920 hallgató nyert felvételt a Nyíregyházi Egyetemre, ebből több mint 1560-an állami finanszírozású képzőhelyre, ez egy óriási szám és lehetőség, mint, mint Kekvás Egyetem, tehát közfeladat finanszírozási szerződés keretein belül megállapított keretszámokon belül gondolkodhattunk. Arra törekedtünk, hogy a térségben, a régióban azoknak a jelentkezőknek adjunk lehetőséget, akik a, a legkomolyabb eredményekkel, a legkomolyabb pontszámokkal jelentkeztek intézményünkbe, és hogy ők minél nagyobb körben részesülhessenek állami finanszírozott képzésekben. Hogyha a nappalisoknak és a levelezősöknek az arányát tekintjük, akkor nagyon örülünk annak, hogy növekszik a nappalisoknak a részaránya, de még mindig, mint regionális beiskolázású egyetem, nagyon komoly lehetőséget kínálunk, és ezzel élnek is a levelező tagozatos hallgatóink, akik általában munka mellett vagy második képzésre visszatérnek a Nyiregyházi Egyetemre, ott is számtalan állami finanszírozás. Szírozott képzésben és formában választhattak és kaptak lehetőséget a hallgatóink. Az általános eljárásban felvett hallgatókon túl lehetőségük van még az érdeklődőknek az egyetem elkezdésére. Vasárnapig, augusztus 6-áig nyújthatják be jelentkezésüket a pótfelvételi keretében. Újdonság, hogy most nem csak költségtérítéses, hanem állami finanszírozású képzésekre is jelentkezhetnek. A pótfelvételi eljárás egy nagyon jó lehetőség arra, akik nem jelentkeztek, vagy akiknek nem sikerült ö, valamilyen felsőoktatási intézmény ö, keretein belül képzésekbe bejutni, hogy ők még most az utolsó ö, percekben is megtegyék ezeket. Ö, a le, éljenek ezekkel a lehetőségekkel, 20, augusztus 6-án éjfélig lehet jelentkezni ugyanúgy a, az e-felvételi felületén, ami nagyon fontos, hogy ebben a pótfelvételi eljárásban az idő rövidsége miatt már nincsen hiánypótlás, tehát felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy nagyon ügyeljen arra, hogy a dokumentumokat teljes körülön töltsék fel a a rendszerbe, minden hallgató vagy felvételiző egy helyet jelölhet meg, ö, amelyeket a pontszámának ismeretében ö, adott szak felvételi pontszámaihoz igazítva ajánljuk mindenkinek kiválasztani, ami nagyon fontos, hogy nem csak költségtérítéses képzésekben, hanem bizonyos képzési területekben állami finanszírozott képzéseket is ö, hirdetünk. A felvi.hu oldalon minden információt megtalálnak ezzel kapcsolatosan ö, az érdeklődők, és ami még nagyon fontos, hogy aki még úgy gondolja, hogy már szerzett egy a végzettséget, egy, van egy diplomája, és szeretne esetleg a tudását egy másik szakterülettel kibővíteni, nekik pedig szeptember 1-ig ajánljuk a szakirányú továbbképzéseket, mint másoddiplomás képzéseket egyetemünkön. Ezekről információt az intézmény honlapján a felvi.hu felület mellett is találhatnak. Indulnak idén szakirányú továbbképzések is, ezekre szeptember 1-ig jelentkezhetnek az érdeklődők.